Az internetes vásárlás egyre népszerűbb a fogyasztók körében, így a vállalkozók is egyre szívesebben próbálkoznak webáruház üzemeltetésével. A spin-off klubban Perényi András reklámszakember, digitális üzletfejlesztési tanácsadó mesél tapasztalatairól egyértelműen terelik át az embereket erre az oldalra. Ugye sokkal logikusabb, mert gyakorlatilag ezáltal nem kell akkor a személyzetet fenntartani, nem kell akkor a árukészleteket fenntartani az egyes boltokban. Úgyhogy én azt látom, hogy egy abszolút trend, egyre többen akarnak webáruházat csinálni, illetve a belépési küszöb is egyre lejjebb tródik. Gyakorlatilag most már nem olyan bonyolult egy ilyen webáru, egy, online kereskedelmi vállalkozás elindítása, mint régen. Nagyon sok otthon lévő, akár családanya, vagy, vagy friss gyerekes anyukák választják ezt a a módját annak, hogy megtalálják újra önmagukat, és elindítsanak valami vállalkozást saját maguk számára. Perényi András bevált módszere, hogy a bevétel egyharmad részét költik a termék beszerzésére, egyharmadot a marketingre, és egyharmad a profit is. Természetesen ezt nem lehet mindig pontosan betartani, de jó irányelv lehet. Az online kereskedelem szerintem olyan, hogy nem lehet megírni előre egy 3-5 éves üzleti tervet. Gyakorlatilag minél be kell indulni az úton, tesztelni kell, kutatni kell, és folyamatosan mérni kell az eredményeket, és az alapján kell változtatni, hogy merre megyünk utána tovább. Nagyon sokat kell tanulni, és lehetőség szint külföldi helyekről, blogokról képezni magunkat. A szakember számos online vállalkozás ötletgazdája, miközben több webáruházat is üzemeltet. Úgy véli, ez a munka anyagi, fizikai és földrajzi függetlenséget is jelent. Úgyhogy gyakorlatilag én mindenképpen azt szoktam tanácsolni mindenkinek, hogy teszteljenek, kísérletezenek, amennyit csak tudnak, és, próbáljanak meg először kisebb bücséket, kisebb összegeket elkölteni a reklámra, és szépen lassan kitesztelni azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, melyik kommunikációra harabnak jobban, melyikre kevésbé. A hosszabb beszélgetést Perényi Andrással a Kulturális Körkép című műsorunkban láthatják.